Től egy emlékkő is díszíti ezt a parkot. Engedjék meg, hogy most felolvassam a rajta látható szöveget. Eszék Szlavónia és Baranya régió kulturális, gazdasági és tudományos központja. Horvátország negyedik legnépesebb városa, 100 000 lakják. Nevét horvátul Osiek, az Oseka apályszóból kapta. Már az ókorban is jelentős település volt, 351-ben püspöki székhely lett. Első Szulajmán 1526-ban itt kelt át a Dráva folyón. 1664-ben Zrínyi Miklós sikeres téli hadjárata során a hidat felgyújtatta. A település 1744-től lett Verőce vármegye székhelye, majd 1809-ben szabad királyi városi címet kapott. Eszék régi vára helyén erődítmény, Trvdzsá emeltek, ahol a barokk építészet egy-egy szép példája látható. A város védőszentjeiről, Szent Péterről és Párról elnevezett katedrális 90 méteres tornyával a legmagasabb épület. 2001 óta testvértelepülésünk. A park szélén lévő táblán pedig Iván Vrkics polgármester úr üzenete áll, melyet önök is olvashatnak majd, és mely így szól. Kedves budapesti barátaink! Megtiszteltetés számomra, hogy üdvözölhetem önöket az Eszék Park avatás alkalmával. Velem együtt örülnek ma Eszék polgárai és a magyarországi horvátok is. A magyarok és a horvátok 816 éves közös múlttal rendelkeznek, közös a jelenük és a jövőjük az Európai Unióban. Felbonthatatlan szálak és azonos értékek kötnek bennünket össze, kölcsönös tiszteleten és megértésen alapuló, felhőtlen kölcsönös kapcsolatokat szeretnénk kiépíteni, amelyek túlmutatnak a nyelvi és egyéb nehézségeken. Meggyőződésem, hogy Horvátország és Magyarország közötti példás bilaterális kapcsolatokhoz jelentősen hozzájárulnak Eszék városa és Budapest 13. kerülete. Kétségtelen, hogy a jövőben is így lesz. Köszönöm, kedves barátaink, hogy önök is, ahogy mi is, büszkék a barátságunkra. Ez a park egyike a kölcsönös, őszinte szeretet kifejezésének. Most pedig megkérem dr. Tóth József polgármester urat és Zsana Gamos alpolgármester asszony, hogy leplezzék le a testvérvárosi emlékkövet.